Nádáb és Abihu, a tűz és a hallgatás története. Két testvér törvényszegése, az égi büntetés, az apa hallgatása, ezekből áll össze a fájdalom és szerencsétlenség, egy példátlan története. Bevallom, a történet egy szempontja kisiklik kezemből. Vajon az emberi törékenység és az elragadtatás veszélyeinek története ez? A gazdag talmudista és misztikus irodalomban történtek gyakran egymásnak ellentmondó kísérletek a történet megvilágítására. Egyik sem tűnik kielégítőnek. Az eset zavarba ejtette a legnagyobb ókori és középkori kommentátorainkat is. Ha a halál gyakran igazságtalan, még inkább az, ha értelme rejtetnek vagy hiányzónak tűnik. Két még fiatal és ígéretes, nagy jövő előtt álló férfira sújt le titokzatos módon a halál. Miért nyilvánosan? És miért tűzáltal? Olvassuk csak el a szöveget? Nadab és Abihu áron fiai. Fogták a maguk szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az úr előtt, amilyet ő nem parancsolt nekik. Ekkor tűz csapott ki az úr szín elől, és megemésztette őket. Így kezdődik a mesebb. Felszínen az elbeszélés szigorú bibliai logika szerint halad. Bűnt követtek el, amely példás büntetést von maga után. A stílus világos és lényegre törő. Tények a puszta tények. A tett, az indíték, a következmény. A szövegből megtudjuk, ki cselekedett, mit, kinek és milyen körülmények között. A következményekről is értesülünk. Olvassunk tovább. Amikor Mózes megtudja, milyen csapás sújtotta az imént Áron fivére házát, ezt mondja neki: Bikrováj, ekadés. Erről a dologról beszélt az Úr, amikor azt mondta: A hozzám közel állókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész nép előtt hogy dicsőséges vagyok. Pillanatnyilag ennyit mondott Mózes a kétség kívül megdöbbent bátyjának. És Áron válasza, Vajdom Áron. Áron némán hallgatott. Hallgatásba burkolózott. Elnémult. Eközben Mózes a temetési szertartás gyakorlati tennivalóival foglalatoskodott, a papok gyászolására vonatkozó különleges szabályokkal. Fejeteket gondozatlanul ne hagyjátok, a ruháitokat meg ne szaggassátok, a kijelentés sátrának, az ohel moednek a bejáratától se távozzatok el. Atyátok fiai, Izrael egész háza pedig sírjon amiatt, hogy ilyen égető tűzzel égetett az Úr. Így végződik ez a szikár pontos beszámoló a tragédiáról, hogy utat engedjen a folytatásnak, az eseménnyel kapcsolatos eszmefuttatásoknak. Isten szavai Áronhoz, Mózes szavai Áronhoz és megmaradt fiaihoz. Áron szavai Mózeshez. A fejezet két szóval végződik. Vajtá beénáv. Mózes igazat adott neki, és kétségtelenül Isten is. Nos, én azok közé tartozom, akik nem adnak igazat. Szükségtelen mondanom, hogy a történet témája mindig elbűvölt, sőt, elragadott. Áron hallgatása miatt? Valami más miatt? Ez a fejezet új megvilágításba helyezi a testvérek témáját, ahogy az általában megjelenik a Bibliában. Mindig meghökkenünk, mi fordítja az egyiket szembe a másikkal, hogy aztán az ellentét, megosztottságban, elszakadásban és tragédiában csúcsosodjon ki. Kány és Ábel, egyik gyilkos, a másik az áldozata. Izsák és Izmáél, tökéletesen idegenek egymás számára. Jákob és Izsau, vad ellenfelek, akik szüntelenül menekülnek egymás elől. József és testvérei, a féltékenység, irigység és árulás kísérteties és nyomasztó története. Megértjük nyomorúságukat, szenvedésüket, amelyért bizonyos értelemben felelősek. Az a nap, amelyen Józsefet eladták a testvérei, a zsidó történelemben vérrel és hamuval jelölt fekete nap maradt. Ám Nádáb és Abihu különbözők. Ők ragaszkodnak egymáshoz, hűségesek egymáshoz, semmi sem áll közéjük, sem becsvágy, sem hátsó gondolat. Ugyanarra a vallási tökéletességre törekszenek, ugyanarra a szellemi tisztaságra, ugyanazokra a belső hódításokra, testvéri szeretetük példás. Mindent együtt hajtanak végre, amire csak vállalkoznak. Együtt határozzák el, hogy fokozzák a vallási törekvésüket, hogy nagyobb buzgalommal, nagyobb lelkesedéssel szolgálják Istent, egy emberként járva el, együtt közelítenek a szentélyhez, és együtt hullnak el ugyanabban a pillanatban, amikor az utolsót sóhajtják. Vajon miért egy kicsit később teszünk kísérletet az értelmezésre. Most hagyjuk őket a szentélyükben, amely idegenek számára tiltott terület. Vajon miért kerül sor egy történet újramondására az év legszentebb napján, jomkiporkor? Hogy bűnbánatra szólítson bennünket? Ez a célja az egész Isten tiszteletnek van valami más oka? Ha arra szólítanak föl bennünket, hogy emlékezzünk el személyes tragédiát idéző történetre, akkor ez azért történik, hogy megtanuljuk, bizonyos események meghaladják a felfogó képességünket. Isten indítékai és a mieink nem feltétlenül esnek egybe. Az a nap Bizonyára általános örvendezés közepette telt el, önfelett, közös emelkedettség állapotában. Ez volt Niszán hónapjának első napja, ünnepnap volt. Hát nem a szent és hivatagban való felavatását és Isten lelkének a kielentések sátrában való megjelenését ünnepelték tán. Elképzelhetjük a jelenetet. Az emberek táncoltak, énekeltek, miközben megerősítették hitüket az Isten által szentesített nemzeti jövendőben. Egy midrás legenda megnevezi a legboldogabb embert, Eliseva az, ami Nadab lánya és Áron felesége. Minden oka megvan a boldogságra. Férje a főpap, sógora Mózes a nép koronázatlan vezére. Fia Eleázár volt apja első segédje. Eleázár öcseit, Nadabot és Abihút nagyon kedvelték és csodálták jámborságuk és Isten iránti odaadásuk miatt. Unokája, Pinhász, Masuach Milhama egyfajta harcos pap volt, míg bátyja, Nakson, törzsfőnökként szolgált. A Sifra kommentárja szerint Beotá, sá, kafcá, hapuranót. Ekkor történt, hogy a katasztrófa rázódult Izrael első családjára, s így magára Izraelre. Két kiváló fiatal pap, Áron és Eliseva fiai szenvedtek tűzhalált, a nép örvendezésének vége lett, és bánatba merült. Az esemény érthető és tartós érdeklődést váltott ki a kommentátorokból. Hogyan válthatta ki az első zsidó család két fiatal fia az égi jóvá tehetetlen dühét? Vizsgálódásainkat négy részre osztjuk. Először megpróbáljuk megnézni, miből állt törvényszegésük, hiszen nyilvánvalóan erre került sor, a szöveg oly nyomatékosan állítja. Másodszor a büntetést vesszük szemügyre. Harmadrészt mit hozhatunk fel védelmükre. És negyedszer mit léptek azok, akik legközelebb álltak hozzájuk. A bibliai szövegben a bűn szabatosan, bár kisé homályosan fogalmazzák meg. Nadab és Abihu idegen tűzzel áldoztak az úr előtt, amilyet ő nem parancsolt nekik. Ez volt minden. De ez éppen elég volt. Idegen tűz, tisztátalan tűz, profán tűz. Ez a vád homályos. Amiet ő nem parancsolt nekik. Mit jelentsen ez? Egy vagy két bűről van itt szó. Vajon Isten által nem parancsolt bármely tűz profán? önmagában véve. Minden, amit Isten nem parancsolt, tilos, pusztán azért, mert idegen. Lehet, hogy Nádáb és Abihu bűne mindössze annyi volt, hogy a maguk szájai szerint tettek bizonyos dolgokat, amikor felsőbb utasításra kellett volna várniuk. Másként fogalmazva, a vallásban minden kezdeményezést, minden eredeti ötletet, újító elgondolást elítélnek és elmarasztalnak magasabb helyen. Rási nem messze keresgél. Troájé szülötte a bortermelő nem azt mondja, keresd a nőt, hanem keresd a bort. A bor a bűnös. Nadab és Abihu túl sokat ittak, Ilyen egyszerű az egész. Nyilván egy pohárral kezdték, mint mindenki más, amikor azt mondták, leháim, hogy részt vegyenek az általános örvendezésben. És nem tudtak megállni. Leültek enni, megkóstolni a legjobb ételeket, amelyektől ismét megszomjaztak. Úgyhogy ittasan léptek be a szentébe. Ez volt az a hiba, amelyből törvénysértés lett tilos belépni a szentélybe úgy, hogy az ember nem ura minden képességének, amikor elméje másút jár. Ám ha ittasak voltak, nem azt jelenti ez, hogy nem voltak tudatuknál, és hogy akkor részükről akaratlan tettet hajtottak végre, amikor kezükben az idegen tűzzel Isten felé vagy Isten titka felé siettek. Mióta ítélik halára az embert egy akaratlan bűnért, kihágásért vagy vétségért? A Sanhedrin traktátusban komolyabb elméletet találunk, amely máig érvényes. Ez a nemzedékek közti időtlen konfliktussal kapcsolatos. Nádáb és Abihu, mintha nem tisztelte volna a vényéket. Az Erővén traktátus ezt mondja. Áron fiai azt követően haltak meg, hogy Mózes jelenlétében merészelték tanítani a törvényt. Mi több? A becsvágyó és rámenős Nádáb és Abihu türelmetlenül várták, hogy Mózes és Áron eltávozzanak a halálba, hogy tanítóként és vezetőként a helyükre állhassanak. Egyszer, amikor egy menetben Mózes és Áron mögött haladtak, amikor is a nép ő utánuk következett, Nádáb így szólt Abihúhoz. Vajon mikor, ugyan mikor hal már meg végre ez a két öreg? Itt az ideje, hogy átvegyük nemzedékünk vezetését. Mire Isten megjegyezte, majd meglátjuk, ki itt temet el? Hozzá kell fűznünk, hogy a Midrásban is előfordul véleményeltérés ezzel a legendával kapcsolatban. Judá rabbi, Ivo rabbi nevében azt állítja, hogy Nadább és Abihu mondták, valóban kimondták azokat a tiszteletlen és sértő szavakat, így elárulták türelmetlenségüket, hogy mielőbb követhessék az apjukat. Ám Pinhász rabbi nem hisz ebben. Szerinte csak elméjükben forgattak e gondolatokat. Minden esetre a két testvérnek sem a gondolat, sem a tett nem vált javára. A néhai Yitzaki Yitzaki, a bibliai földrajz izraeli történésze hívta fel a figyelmemet, Kassautó egy érdekes kommentárjára. Ebben azt írja, volt még egy ember, aki fiait Nadábnak és Abihának, nagyon hasonlít, Abihúra nevezte, aki nem volt más, mint Izrael gonosz királya, Nebát fia, Jeroboám, akit a Szentírás így nevez. Hoté umachti et harabim, bűnöző, aki másokat is bűnbe visz. Na no, már most, mi volt a baj Jeroboámmal? Az irigység. Irigy volt Dávid királyra. Mindenütt első akart lenni. Az egyik midrás szerint Isten egyszer fülön csípte, és így szólt hozzá. Gyakorolj bűnbánatot, és te, én, meg Dávid, Jesse fia, együtt sétálgatunk majd az édenkertben. Mire Jeroboám megkérdezte, ki megy be először? Dávid, válaszolta Isten. Ez esetben, mondta Jeroboám, inkább nem. Jeroboám le akart számolni a törvényes királlyal, míg Nadab és Abihu szerették volna, ha apjuk és nagybátyjuk eltűnik, mivel túl híresek, túl fontosak, túl hatalmasak voltak. Kérdés, Megértjük, miért bűnhődött Nadab. Végtére is állítólag ő tette azt a szerencsétlen megjegyzést Mózesről és Áronról. Viszont Abihu nem mondott semmit, akkor hát miért érdemelt a fivérével azonos büntetést? Tiltakoznia kellett volna. Hallgatása bűntársát tette. Eleázár fiának Jármiel rabbinak nevében Bárkappar kijelenti, ime a négy ok, amelyek előidézték Áron fiainak halálát. Túl közel mentek a szentélyhez, időszerűtlen áldozatot mutattak be, idegen tüzet alkalmaztak, és nem beszélték meg a tennivalókat. Másként fogalmazva, véletlen volt, hogy egyszerre mentek ugyanarra a helyre, véletlenül követték el a vétkestetteket. Más szóval azonos helyen, de nem együtt voltak. A legenda mélyén így az a szándék bújkál, hogy befeketítsék a testvérek nevét. Túl nyomulósak voltak, túl erőszakosak, túl pökhendik. Istennel szemben, akihez a részegen közeledtek, és kortársaikkal szemben. Ha valaki áron fia, annak legalább a minimális illemet be kell tartania. Ha valaki fiatal, attól még nem szabad azok halálát kívánnia, akik már nem azok, s akiktől számtalan teherrel és kiváltsággal teli dicső örökséget kapott. Megint más elgondolás. Nadab és Abihu ragaszkodtak nőtlenségükhöz. Mivel nem voltak hajlandók megnősülni, megszekték az első bibliai parancsot, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Mégis miért? Minek tulajdoníthatjuk a nősüléstől való vonakodásukat? Talán kétségbe estek népük ködös jövőjétől, talán túlzott jámborságból. Lehetséges, hogy azért döntöttek a nőtlenség mellett, mert elhatározták, hogy kizárólag az úrnak szentelik magukat. Ha így volt, kísértést éreznénk, hogy megértsük, sőt, tiszteljük őket. De nem ez volt az igazi ok. A család alapítás elutasítása nem Isten iránti szenvedélyükből fakadt, hanem büszkeségükből, hiúságukból mivel teljesen lefoglalta őket saját sorsuk, másokét nem is méltatták figyelemre. Magukról alkotott eltúlzott véleményük miatt nyilván nem hitték, hogy akad olyan nő a világon, aki megérdemelné őket. Így gondolkodhattak. Ugyan miféle nő illene hozzánk. Végtére is, egyik nagybátyánk uralkodó, a másik törzsi vezetőnk, apánk a főpap, mi pedig helyettesei vagyunk. Így tartja a legenda, hozzáállásuk következtében Izrael sok lánya maradt pártában. Persze hozzá mehettek volna más férfiakhoz is, de inkább Nádábra és Abihúra várakoztak. Szóval, a hagyomány nem bocsátotta meg ennek a két fiatalembernek a magányosság azon könnyeit, melyeket oly sok gyönyörű szűz ontot értük. A zsidó nép és a zsidó történelem főpapjának két fia nem túl vonzó jelenség. Inkább elvetendő, hogy ennyire vágytak a megerősítésre és a közfigyelemre. Miért tüntetik föl őket így komor fényben? Hogy igazolják korai halálukat? Hogy megindokolják Isten hirtelen haragját? Egyből meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez a változat annál is kevésbé tűnik meggyőzőnek, hogy az általános nézet éppen az ellenkezőjét tartja. Vagyis, hogy Nádáb és Abihu vétke inkább az volt, hogy túl akartak tenni magukon, még szenvedélyesebben kívánták szolgálni Istent, még több buzgalommal, még több tűzzel. Az egyik midrás szerint, a Szentírás valányszor említi Nadab és Abihú halálát, mindig megemlíti az okot is. Miért? Hogy megtudjuk, ez volt egyedüli védkük, hogy egyedül, emiatt pusztultak így szörnyű halállal. Hogy a rosszak nem mondhassák, ki tudja, milyen egyéb titkos bűn hozta rájuk a halált. Egy régi francia közmondás érvényes rájuk, a jobb ellensége a jónak. Nem elégítette ki őket, hogy a fő pap tisztelt fiai voltak, akik súlyos örökséget hordoztak a vállukon. Olyan dolgokat akartak megtenni, amelyeket apjuk sem merészelt volna. Olyan tűzzel akartak belépni a szentébe, amilyet Isten nem parancsolt nekik. Már korábban a Sinai-hegyen is túl közelről tekintettek az úr arcába, és ezzel a halálbüntetésnek tették ki magukat. Bár közelebb mentek, Isten mégis távolinak tűnt számukra. Tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy lehetetlen és tilos előre menniük. Tilos túlzottan megközelíteni a mindenhatót, ám a késztetés túl erős volt bennük. El akartak tüntetni minden távolságot a Teremtő és Teremtmény között. Amdu lehosszív a havá, áll a havá, fűzi hozzá a szifra azt hitték, képesek és kötelesek is Isten iránti is szeretetüket fokozni, még nyomatékosabbá mindent felőlelővé tenni, hogy beleolvadjanak sugárzásába, és ezáltal benne teljesítsék ki magukat. Ime minden elképzelhető emberi és zsidó erény sugárzó portréja. A zóhárban fiatalok éppen húsz évesek és égnek a vallási buzgalomtól. Egy másik midrás szerint szépek voltak. Testileg? Morálisan? Épp úgy. A tökéletességre szomjazva semmi másról nem álmodtak. Egy midrás azt kérdi, miért ismétli meg a Biblia kétszer a vajamutu szót, ami azt jelenti, meghaltak. Azt jelzi ezzel, hogy az eljövendő világ számára is meghaltak? Nem, feleli a szöveg. Azt akarja mondani, hogy már haláluk előtt meghaltak. Hogyan? Azzal, hogy nőtlenek maradtak. Más szóval, valóban részesültek az eljövendő világban, az igazság világában ahhoz a négy talmudi mesterhez hasonlítják őket, akik bemerészkedtek a párdezbe a tiltott tudás kertjébe. Ben Azájhoz hasonlóan elpusztultak, mert oda néztek, ahová tilos. A midrás hosszasan ecseteli a két férfi halálának körülményeit. Tudjuk, hogy a tűz áldozatai voltak. Nincs ebben semmi szokatlan. A vallási erkölcsiségben minden következetes. Midák, negéd, midá. Szemet, szemért. Mivel tűzzel sértették meg az eget, tűz által haltak. A Sanhedrin traktátusában a jelenetet apró részletességgel írják le. Két vékony láng csapott elő a szentéből, majd négy felé hasadtak. Kettő nádáb orjukán, Kettő abihuén hatolt be. Így lelkük elégett, de testük nem, az érintetlen maradt. Nem volt rajtuk tapintható seb, látható sérülés. A halál azonnali volt, mint amikor a gyertya alszik el. Más kommentátorok másként gondolkodnak. Szerintük a testüket emésztette el a tűz, míg lelkük épp maradt. Akiva rabbi az első elmélet felé hajlik. A kérdés a testi halál. Ám akkor két holttest lett volna a szentében. Hogyan lehetett volna ezeket kivinni, ha a belépés tilos? Egy-egy kampót akasztottak a szájukba, és kihúzták őket. Kérdés, Miért döntött úgy Isten, hogy nemzeti ünnepen bünteti meg őket? Nem habozott a megjelenés sátrának felavatását övező ünnepségeket megzavarni? Válasz? Nadab és Abihu egyfajta haladékban éltek. Nem kellett volna tán meghalniuk a sinai hegyen, mivel túl közelről pillantották meg Isten arcát? Miért nem haltak meg azonnal? Mert a sínai hegyen, mondja Isten, jegyezte el magát Izrael a túrámmal, s lévén ez az ünnepük, nem kívántam megzavarni egy kivégzéssel. Kivárhattam az én időmet. A midrás ehhez hozzáfűzi. Olyan ez, mint amikor a király lánya esküvője napján rájön, hogy a vőfé, a pár legjobb barátja, halálbüntetést érdemlő súlyos bűnt követett el. Ha a helyszínen kivégeztette volna, azzal megzavarja a hercegnő boldogságát. Úgy döntött, inkább megvárja a saját ünnepét. Ez esetben Isten a szentély felavatásának napjáig várt. Természetesen az emberek adták át magukat az örömnek és az elragadtatásnak. Az emberek táncoltak és énekeltek, de Isten Szent Napját ünnepelték, Isten megtalálta földi helyét a történelemben, az emberi közösségben. Hát nem ok ez az ünneplésre. És aztán lesújt a vész. Az Úr tüzet bocsátott ki amely felemésztette őket, áron két fiát. Meghaltak Isten előtt. Istenben? Ki vitte a hírt a boldogtalan szülőknek? Feltehetően Mózes, hiszen ő beszélt a bátyjával Isten nevében Bikrováj Ekadés. A hozzám közel állókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész nép előtt, hogy dicsőséges vagyok. Mondott vajon ezt megelőzze valamit? Ha igen, mi szavakat használt? Nagyon szeretnénk tudni, mert Isten őriz, más is hasonló helyzetben találhatja magát. Ám a szöveg szűkszavú, nem árulja el, mit mondott a próféta a bátyának, hogy megértesse vele a helyzetet. Csupán azon érvről szól, amelyet Mózes az úr nevében továbbad. Lehetséges, hogy nem is mondott egyebet, és hogy Áron megértette a bikravály ekades mély és teljesen felkavaró értelmét, hogy olykor készen kell állnunk a halálra ténylegesen meg kell halnunk ahhoz, hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Valamint, hogy az Úr nevét olykor éppen a halál nem csupán az élet szentesíti. Elképzeljük a meghökkent, lesújtott apát. Nyilván azon töpreng, nem lázálom-e ez az egész. Csak a szentély közelében lévő két fiát látja, ismeri vallásos buzgalmukat, szellemi képességeiket, és nem élnek többi. Lehetséges ez? Vajdom Aharon, mondja a szöveg. Három megilletődött szóval elmond mindent. És Áron Némán hallgatott. A fájdalom markába került a kétségbeesésbe? Áron hallgatása sokféle értelmezésre nyújt lehetőséget. Néhányat megvizsgálunk, de előbb megkérdezhetjük, miért nem említi senki a feleségét, Nádáb és Abihu anyját? Vajon ki állított be hozzá a hírrel? Hol tartózkodott ő, amikor két fia távozott erről a világról? Hogyan élte túl? A bibliai szöveg a legigasságtalanabb módon túl visszafogottnak, túl diszkrétnek bizonyult Elisevával, ami Dabáb lányával kapcsolatban. Lehet azért, mert ő úgy döntött, nem hallgat, hanem másként fejezi ki magát. A midrás szokás szerint elképzeli azt, amit a Biblia elrejt. Itt Eliseva zokog és panaszkodik. Természetes, emberi válasz ez. A fő pap felesége anya is. Két fia váratlan halálakor nem képes megőrizni nyugalmát. Amikor a szív megszakad, sikolt kényában, ha a bánat elviselhetetlenül súlyos, a szív összetörik. Rabbi mósebem, Nachman, a Rambán vagy Nachman idéz szerint, az apa is összeroppant. Teljesen ellentmondott volna ember voltának, ha Áron nem így jár némely kommentátor siet kijelenteni, hogy fiai bűnei miatt sírt, mások szerint a saját bűnei miatt ontott könnyeket. Csupán akkor nyugodott meg, amikor Mózes a már ismert szavakkal megvégasztalta, Bikrovai ekades. A midrás a következő szavakat is Mózes szájába adja. Áron bátyám, már régóta tudom, mert Isten megmondta, hogy a hozzá közel állókon kívánja megmutatni, hogy szent. Azt hittem, rólam vagy rólad beszél, de tévedtem. Két fiad közelebb állt hozzá. Ekkor, és ezért hallgatott némán Áron, mely hallgatás nem a beletörődésé, hanem az elfogadásé volt. Öccse érvei újra megerősítették, Nádáb és Abihu nem voltak bűnösök. Isten iránti szeretetük, és Isten irántuk való mérhetetlen szeretete miatt veszítették el az életüket, s így áldozattá váltak. Haláluk így kidus haszem volt. Halálukkal dicsőítették nevét. Minden esetre, rási szerint Áron Isten iránti méltó és hívő viszonyulásának volt az a jutalma, hogy néhány verssel később Isten közvetlenül, személyesen hozzászól. A hagyományunkat illető minden tisztelet ellenére ezek az elméletek zavarba ejtenek. Bármi legyen is egy apa szerepe, bármi közösségi megbizatást teljesítsen is, véleményem szerint nem képes és nem is szabad nyugodtan, hittel és beletörődéssel elfogadnia gyermekei hirtelen halálát. Ha Ábrahám tiltakozhatott az igazra és a nem igazra mért azonos büntetés miatt, Miért nem adhatott hangot Áron a tiltakozásának? Hogyan viselhetett el egy apa egy ekkora, szűkebb családját sújtó tragédiát? Azért talán, mert ő a békeszerző, a páratlan közvetítő, a megtestesült kedvesség és harmónia, félt vitába szállni az úrral ez esetben is zavarba ejt bennünket. Ha a béke iránti igény alárendelődést jelent, alárendelődést bármi áron, akkor nem azt kockáztatjuk vajon, hogy túlzott alázatba, majd szolgaiságba süllyedünk. Vigyázzunk, elsietjük a dolgot a midrás irodalomban éppen az a tetszetős, hogy benne megtaláljuk a dolgok színét és fonákját egyaránt. Egyik midrás felvet egy eszmét, amire a következő azonnal így válaszol, Ume idach gisza, másfelől. Való igaz, az egyik legenda szerint Áron főpap a hitet, bizalmat és elfogadást választja ám egy másik arra buzdít, hogy másként képzeljük el. Ezen változat szerint a hírt meghalván Áron értetlenül, fájdalommal telve felkiáltott. Izrael valamennyi gyermeke rád tekintett, uram, amikor átkeltünk a vörös tengeren, és utána is láttak téged a sinai hegyen mégsem ért senkit ártalom emiatt, csak az én fiaimat. Hát nem te parancsoltad meg nekik, hogy menjenek be a kijelentés sátrába, a szentébe, arra a helyre, ahová senki, még a papok sem mehetnek be úgy, hogy élve jönnének ki onnan. És miért mentek be? Hogy megtekintsék hatalmadat és dicsőségedet. És mégis, az életükkel fizettek ezért? Tetszik nekem, Áronnak ez a kitörése. Itt az apa erősebb a főpapnál. Hogy is ne éreznénk részvételt, szenvedése, bánata miatt? Jogában áll azt kérdezni Istentől, amit kérdezett. Látszólag, még mindig a midrási változat szerint Isten is így gondolja, hiszen ő mondja Mózesnek, hogy a bikrovály ekades szavakkal vigasztalja meg Áront. Mi több? Áron megtudja, hogy a fiai megmenekülhettek volna a halálos büntetéstől. Maga Mózes tárja fel előtte az úr nevében, Bárki lépjen is be a kijelentés sátrába, a szentélybe engedély nélkül, leprássá válik. Ez az isteni akarat, ez az isteni törvény. Jobban szerette volna Áron, a táborból kitiltva, betegen látni a fiait, Nádábot és Abihút, népükből kivetetten, tisztátalanul, az isteni megrovási jeleivel? Más szóval, saját érdekükben vesztették el az életüket. És ezzel Áron egyetértett. A leprás élet távol a közösségtől lassú halál lett volna a fiai számára. Jobb meghalni azonnal, szenvedés nélkül. Hősies halállal. Ezért, Vaidom Áron, hallgatott Némán Áron. Egy szikrányi tudást és hálát érzékelünk ebben a hallgatásban. Ám a talmudista bölcsek itt sem értenek egyet. Áhá, Benzeira rabbi kérdésétől összerezzenünk, ha egyszerre keressük az immanens és transzcendens igazságot. Korá és az emberei veszekedve jöttek a kijelentés sátrához, és elégtek, míg Áron fiai vita nélkül kívántak áldozni Istennek, és őket is tűz emésztette el. Igazságos ez? Továbbá, Titus tábornok, a gonosz Titus csupasz karddal lépett a szentek szentélyébe. Felhasította a szent függönyt, a paraketet, megszentségtelenítette Isten nevét, majd sértetlenül békében távozott. Ám Áron fiai áldozatot kívántak bemutatni Istennek, ezért léptek a kijelentés sátrába, és mi történt velük? Hamuvá égve hozták ki őket. Itt megint csak felvetődik a kérdés. Hol az igazság? Titus, az ellenség és Jeruzsálem elpusztítója többet érdemel, mint Nádáb és Abihu. Titus élete és sorsa értékesebb volt az övékénél. Térjünk vissza az elbeszéléshez. Áron némán hallgatott, gondolataiba mélyedve magáról megfeledkezve, cselekvésre képtelenül. Mózes gondoskodik a temetési előkészületekről. Ő a vezető. Neki késznek kell lennie arra, hogy mindenféle helyzettel megbirkózzon, s ő tudja ezt. Megparancsolja Misáélnek és Elcáfánnak, Uzél, Áron nagybátya fiainak, hogy vigyék ki a testvéreket a táborból. Áronnak és két életben maradt fiának, Eleázárnak és Itamárnak pedig kifejti, hogyan kell viselkedniük. Aztán Isten szól Áronhoz. Bort és a részegítő italt ne igyatok, te se, meg a fiait se azt is megparancsolja neki, hogy az egész közösségnek meg kell gyászolnia a tűz által elemésztett testvéreket, és ha nem ezt teszik, ha a közösség nem engedelmeskedik, lesújt rájuk az isteni harag. És az élet megy tovább. Ez a néhány rövid verszakban elmondott történet a Biblia legszomorúbb és legtitokzatosabb történetei közé tartozik. Megragad bennünket, elszorítja a torkunkat. Érhet-e nagyobb bánat egy férfit vagy egy nőt, mintha egy gyermeket kell eltemetni? Természet ellen való ez. Átokszaga van. Miért a háború a legrosszabb csapás? Mert megfordítja a természeti törvényeket. Jaj annak a nemzedéknek, amelyben a szülők temetik a gyermekeiket, mondja a Talmud. Nem minden háborúban ez a helyzet. Nádáb és Abihu tragédiáját más hasonló, Épp így lesújtó, személyes és közös tragédiákkal kapcsoljuk össze, és azért olvassuk fel Jomkipurkor, hogy megbánásra ösztökéljen. Bárki, aki elsiratja Áron fiait a halálukról olvasva, mondja az óhár, megmenekül a hasonló sorstól. Nem látja fiatalon meghalni a gyermekeit. Abba bár álan Árabbi, aki elszánta magát, hogy értelmet adjon ennek a nyilvánvalóan igazságtalan drámának, ezt mondja. Az igazak halála kortársaik számára szolgál engesztelő áldozatgyanánt. E szerint, tehát az ártatlanok halálában van valami hasznos és gyümölcsöző elem. Nehéz elképzelni. Nem ellenzi-e a zsidó hagyomány a halált? Nem elkerülhetetlen tragédia-e olyan katasztrófa, amelynek egyedül Isten tudja a titkát, a titkot, amit egyedül Isten fejthet meg? A hagyomány nem arra tanít-e bennünket nemzedékekről nemzedékre, hogy csak az élet szent, hogy a halál mindig tisztátalan? és hogy az életet és az élőket kell választanunk. Hogy bűn az, ha a holtakról kérdezünk? Önmagában is jelentőség teljes, hogy a szöveg kiemeli a büntetés okait. Gyakran kerül erre sor a Szentírásban. Ha átlapozunk néhány fejezetet, ahhoz a részhez érünk, amelyben Isten kifejti Mózesnek, Miért nem megszentelt földbe temetik majd el? Szörnyű az, amit Isten mond. Rendkívül igazságtalan, ha éppen nem kegyetlen. Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amit nekik adok. Bizony, fájdalmas ezt olvasni. Mózes, az úrunk, a vezetőnk, a tolmácsunk, a próféták prófétája, bűnös, az úr elleni lázadó, mit tett, amivel kiérdemelte a ma végső isteni ledorangolást? Hogyan lehet az, hogy Isten nem tartotta méltányosnak, hogy néhány vigasztaló szót szóljon hozzá. A válasz egyszerű lehet. Mózes tudta, hogy sohasem ér el Kánaán földjére, és Isten könyörületből meg akarta mondani neki, miért. Egy a nevéhez és sorsához méltó férfi számára nincs rosszabb, a bizonytalanságnál. Nincs nyomasztóbb az ismeretlennél. Ezért tudatja velünk a szöveg, miért bűnhődnek áron fiai halállal. De mélyen a lelkemben nem békülök meg ennek a két testvérnek a történetével, akik bárki bármit mondjan is a robbanékony szellemükről, megpróbálták legyőzni az akadályokat, hogy a minden élő és élettelen teremtője elé járuljanak. És szeressék. Izsákot kis hián szintén tűz emésztette el, de Isten megkímélte. Nádábot és Abihut nem kímélte meg. A szeretet Istene miért nem kímélte meg Mózes és Áron oly sok utódját? Hogy közelebb vigye őket magához, kiszakította őket körünkből. Miért? Vajdom Áron, és Áron, az atya, csak hallgatott. Akár Isten. Istenért. És mi, távoli tanítványai, mi egyebet tehetnénk, mint társulunk hallgatásához? Megvégasztalódunk ezzel? Ugyanaz a két hallgatás? Nem tudom.